A kávéházi randevút látják, nagy szeretettel köszöntöm Önöket és köszöntöm vendégemet is, Farkas Pálné Anit. Beszélgetés előtt beszélgettünk, arról tegeződni fogunk, már jó ideje ismerjük egymást. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket erre a beszélgetésre. És hát igazából mindig azon szoktam gondolkodni, hogy kivel kapcsolatban mit lehet mondani, amikor az ember beköszön. Hát ha valaki ismer téged, már pedig elég sokan ismernek, akkor valakinek te vagy Ani néni, a pedagógus. Valakinek te vagy Ani néni, a pedagógus és az intézményvezető. Valakiknek pedig te vagy, aki a szekszárdi, meg talán picit a Tolna vármegyei németségnek is, de főleg a szekszárdi németségnek az ügyeit szívén viseled, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként nagyon sokat teszel is értük. Nem semmilyen életút ez. Én azt gondolom, hogy mehetnénk kronológiájában is. Köszönjük szépen, kronológiájában is. Kezdjük talán az alapoknál, mehetünk egy picit gyerekkorig, és aztán forduljunk rá a pedagógusi pályára, majd forduljunk be Szekszárdra. Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy beszélgetni tudunk erről, hiszen valóban így van, ahogy mondtad, hogy ismernek engem itt Szekszárdon. A német nemzetiséggel kapcsolatban azt hiszem visszamehetünk a gyerekkorra, mert hogy anyai ágon, ugye a német nemzetiségi származás az onnan van, és az anyai ágon a nagyszülők, akik túl nyomó részben neveltek engem, csak németül tudtam gyerekkoromban, édesapám magyar, de ő a 3 évig katona volt, tehát a magyar nyelvet nem igazából hallottam, csak a németet. És mikor 3 éves koromban óvodába kerültem, akkor tanultam meg magyarul. Várdomból születtem, és a várdombi németség körében nagyon sokan voltak, akik még a nyelvet akkor használták. Aztán később Várdomból jártam általános iskolában is, és akkor a nagymamám németül beszélt hozzám, de akkor iskolásként én magyarul válaszoltam neki. Nagyon érdekes időszak volt az akkor, mert valahogy akkor nem mertük bevállalni azt, hogy mi németül válaszolunk a nagyszülőknek. Miért nem? A többi gyerek ugye magyarul beszélt, és akkor nem jó szemmel nézték azt, hogyha mi abban a közösségben németül beszélünk. És ez egy érdekes történet volt akkor. Időben hol járunk? Hát időben 60 most. Tehát ez évek, még bőven igen, vastagon. Igen. Az időszak, igen. Ja, igen. És aztán Szekszárdra kerültem a Garai gimnáziumba. A Garai gimnáziumban németet tanultunk. Akkor már, ugye, mint tantárgy németet tanultunk. Németből is érettségiztem. És aztán a kaposvári tanítóképzőben kerültem. Dilemáztam akkor egy német történelem szakonra megyek, de aztán akkor már éreztem azt, hogy én kisebb gyerekeket szeretnék oktatni, nevelni, tehát már otthon elkezdtem ezt, hogy az óvodáskorú gyerekeket magam körül gyűjtöttem, és azoknak meséltem, tehát ez egy ilyen szerelem volt a tanítói pálya iránt. Úgyhogy Kaposváron végeztem a tanítóképzőt, a tanítóképző elvégzése után ugye állást kellett keresnem, és ez az állás, ez Palota-Bozsok volt. Na hát Palota-Bozsokra kerültem, ami szintén egy sváb község volt. Akartam mondani, hogy svábság megvan. És akkor ez így folytatódott tovább, ugye? És örültek ott az emberek, hogy én tudok velük németül beszélni. Mert hogy ugye a nyelvi járás is fontos, mert én a nyelvi járást is értettem. Mert hogy az volt az alap, ugye az volt az örökségem, a nyelvjárás, és hát ugye a gimnáziumban volt az az irodalmi nyelv, amit én megtanultam, amiből én érettségiztem. Az a klasszikus Hochdeutsch? Az Hochdeutsch. Hochdeutsch, aha. Igen. És a Balota-Bozsokon örültek a szülők, hogy én partner vagyok abban, hogy én németül beszélek velük. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de csináljunk már egy ilyen mini sváb néprajzot, vagy egy ilyen sváb lingvisztikát. Palota-Bozsoki sváb hogyan beszél, és hogyan beszél a várdombi sváb? Csak azért kérdezem, mert én többször voltam Németországban, és egyszer Bajorországban elvittek A-ból B-be, és a Bajor
tájnyelvről, tájnyelven beszéltek, igen, vagy a bajor nyelven, és hát semmit nem értettem belőle. Hát ez igazad van, mert hogy különbözik a várdombi, meg különbözik a palotabozsoki, az attól függ, hogy ugye mely területről származnak az ősök, az úgynevezett ősök. De nem olyan nagy különbség volt köztük, tehát én nagyon jól megértettem. Sőt, még a mai napig is, hogyha a Neue Zeitungban megjelenik egy úgynevezett mundártos szöveg, azt én nem tudom olvasni, és megértem. Tehát érdekes ez így. Tehát nem nagy különbség volt a palotabozsok és a várdombi nyelvjárás között, úgyhogy meg tudtam érteni, és sőt, a várdombi nyelvjárással tudtam válaszolni nekik, és ők is megértettek engem. Picit olyan érzésem van, hogy ugye beköltöztél a városba, évtizedek óta itt vagy, ahogy a Bekonfban is mondtam, a beköszönésben is mondtam, azért egy meghatározó, tehát nagyon-nagyon sokan ismernek téged, de téged, ami injektált, ami feltöltött, az a kis falu, a kisebb település, Bozsok. Nagyon jól látod, mert ezeken a kisebb településeken az embernek megvolt az a fajta tekintélye, ami ugye a pedagógusnak kiárt, és nagyon-nagyon tisztelték azt, aki ebben a közösségben részt tudott vállalni, és kommunikálni tudott velük, és a közösségekbe, és jól érezték magukat, és jól éreztem én is magamat. Ott is éltél, Palotabozsokon is éltél? 8 évet éltünk Palotabozsokon, a férjem ugye itt dolgozott Szekszárdon, és itt kezdtünk el építkezni, és 80-ba kerültem ide Szekszárdra. Hát nagyon nehéz szívvel váltam el Palotabozsoktól, mert ott nagyon jól éreztem magam. Közben ugye megszületettek a gyerekeink is, 2 fiam van, de a 80-as években már itt voltunk, tehát 80-ban kezdtem el itt Szekszárdon. Hol? Az úgynevezett 4-es számú általános iskolában, amikor még Faludi János volt az igazgató. Tehát Faludi János igazgatósága alatt tanítóként kezdtem el itt Szekszárdon. Ez már az a 4-es, ami most is a 4-es, csak már DNS Valérió általános iskola. Így van, pontosan. Ugye Faludi János után, tehát Faludi János 23 évig volt igazgató, és az ő igazgatósága alatt voltam én tanító, de pontosan megint csak megtalált engem a német nyelvvel kapcsolatos felkérés, mégpedig 82-ben Faludi János kért fel bennünket, most azért mondom többes számban, mert 2 voltunk ilyenek, akiknek a gyökere, illetve származása valahol a német nemzetiségben gyökerezik, Zsiros Arival. Tehát 2 voltunk azok, akiket felkért, hogy esetleg lenne kedvünk német nemzetiségi oktatást, nevelést az iskolában felvállalni, ugyanis akkor már 80-ban elindult valami ez irányban, a Honvéd utcai óvodában volt ez a német nemzetiségi nevelés, ott már elindult valami, és ennek folytatásaként gondolta akkori igazgató, hogy talán kellene az akkori 4-es iskolában valaki, vagy valakik, akik ezt tovább viszik. Hát mi voltunk azok 2. Igen, meg hát gondolom, hogy azért meg ebből, amit mondasz, ki lehet következtetni, hogy ennyit azért enyhült a rendszer, ugye, mert 20 évvel korábban meg nem mertél németül válaszolni nagymamának. 20 évvel később pedig arra kér az akkori igazgató, igen, hogy gyakorlatilag, jól értelmezem, tegyétek le a nemzetiségi oktatás alapjait? Pontosan így Tarrendel, van. Pedagógiai módszertannal, ahogy illik? Pontosan így van, hiszen akkor indult Baján is az első német tanítói képzés. Következő kérdésemet volna, hogy ti hányadikak voltatok, de akkor ezek szerint majdnem úttörők. Elsők voltunk, mind az iskolában a nyelvtanítás területén, és elsőnek kaptuk meg a német tanítói diplomát Baján. Így indult Baján. Picit megelőzte a szekér a lovat, mert ti már elkezdtétek letenni az alapjait az oktatásnak, miközben nem is voltál még végzett diplomás német tanító. Pontosan így van, mert párhuzamosan csináltuk ezt, tehát a párhuzamosan a képzést, és közben tanítottunk is. Jaj, de jó. Csak úgy záporoznának a kérdéseim, de nincs annyi időn. Viszont hogyan lehet letenni valaminek az alapjait? Hogyan lehet nekiállni ilyesminek? Igen. Nincs rá módszertan, nincs rá semmi.
Hogyan lehet, mondjuk merítek abból, amit fölcsipegettem Bozsokon, meg otthon Várdonban például? Hát igen, ez egy nehéz kérdés, és nagyon nagy dilemmával is kezdtünk neki, hiszen ugye 82-t írunk, ugye, 82-t írunk, és nem tudtuk igazából, hogy mire is vállalkozunk, hiszen tudtuk azt, hogy egy nyelvoktatására vállalkozunk, de a nyelvoktatása mellett nekünk a hagyományokat, a kultúrát is át kell valahogy örökíteni a gyerekek számára, mert akkor teljes a dolog. Tehát a hagyományápolás és a kultúra az valahol megvolt bennünk, a nyelvoktatáshoz pedig felhasználtuk azt a tudásunkat, mi is tanultunk akkor, hiszen mindegyikünk azért érettségizett a nyelvből, azért megvoltak azok az alapok, hogy amivel mi elkezdhettük a tanítást, de a módszertan az pedig a magyar tantárgyak tanításából tevődött össze, mert módszereibe felhasználtuk azokat, amit mi a tanítóképzőben módszertani képzést kaptunk. Mennyi időtök volt erre a munkára? Tehát felkér az igazgató, én mondjuk egy ilyen laikusként egy nyári szünetet számolok, hogy már szeptemberben elindul. Igen, pontosan így volt. Pontosan így volt, és mi nekivágtunk akkor ennek, és közösen együtt kidolgozva csináltuk meg. Na most visszatérve arra, hogy esetleg van-e erre igény erre az oktatásra. Ugye ez is egy dilemma volt, mert már egy régen elfeledett nyelvhagyomány, ezt nem lehetett úgy felmérni, hogy a szülők egyáltalán hogy reagálnak erre a dologra. Mert oktatott idegen nyelv volt az orosz pontosan, még. Pontosan ezért. És szerencsénkre nagyon sokan jelentkeztek. Akkor az első osztály 33 fővel indult, az első németes osztályunk, és azt ketten csoportbontásban megcsináltuk, tehát annak a tanítását. Tehát így indult. A második évben 34-en voltak, és a következő években már két osztályt kellett indítani, mert olyan nagy volt az igény és jelentkezés, tehát úttörők voltunk ezen a területen. Aztán a későbbiek során már a többi iskola is bekapcsolódott ebbe a német nemzetiségi oktatásba. Itt Szekszárdon. Tehát akkor a Babics iskola volt, ugye? Meg akkor valamikor még az ötös iskola volt, ugye, akik bekapcsolódtak, sőt, még a akkori kettes iskola is bekapcsolódott a német nemzetiségi oktatásba. Igen, ez kérdésen volna csak egy kicsit tágabb kontextusban, földrajzilag egy kicsit tágabb értelemben, hogyha nem is csorogtak-e az e-mailek, nyilván 80-as években nem, de kaptatok faxot más iskolákból, vagy telefont, hogy ami nem szexáldi, hogy gyerekek, kollégák, ezt hogy csináljátok, mi ez? Igen, de most igazából már valahol ezt elkezdték, például Bolyba. Nagyon szépen ment a nemzetiségi oktatás, mi is oda jártunk hozzájuk, és ott kértünk tanácsokat ehhez a nyelvoktatáshoz, meg Nagymányokon volt, meg, tehát voltak már ilyen elszórt helyeken nyelvoktatás, de ez azért volt, mert a faluban igény is volt erre, mert a faluban sokkal többen beszélték még akkor a nyelvet, például Nagymányokon is, vagy Bolyba is, és erre igény volt, amit tehát megelőztek egy kicsit bennünket ebben, de hát ugye a képzés az azért csak utána következett. Meg hát azért Szekszárdon ebben mindenképpen úttörők voltatok. Szekszárdon mindenképpen úttörők voltunk, és ez Faludi János nevéhez kötődik. Mi történt azután, hogy ő leköszönt? Igen, hát ugye 23 évig volt igazgató, és az új igazgatónk Vitéz Zsolt volt. Vitéz Zsolt szintén támogatta a német nemzetiségű oktatást, sőt, mi egy magasabb szintre akartunk lépni ebben a dologban, és 82-ben nem csak hogy a német nemzetiségen, de a német nemzetiségi kétnyelvű oktatást is elkezdtük. És ez a kétnyelvű oktatás egy magasabb szintet képviselt, hiszen tantárgyakat is két nyelven oktattunk. Na most azért hozzá kell tennem, hogy mi úttörőként ketten voltunk, de csatlakoztak a kollégák, a többi kollega is, és akkor így felmenő rendszerben mindig megvolt az a pedagógus, aki tudta vállalni a német nemzetiségi oktatást, és aztán jött a kétnyelvű, ami újdonság volt, hiszen a történelem szakosnak, ami továbbment ugye,
most alsó tagozatról beszélek, akkor a környezetismeretet, az éneket, ugye ahhoz hozzátartoznak ezek a német néppi játékok, énekek, dalok, amiket tudtunk mi két nyelven már oktatni, és ugye ez tovább ment a felső tagozatba. Most a felső tagozatban a kétnyelvűséghez viszont kellett a szakos tanárnak is németes végzettséget szerezni. Így például a történelmet, az első körben a történelmet tanítottuk két nyelven, és ahhoz el kellett végezni a német történelem szakot. Tehát ez egy ilyen folyamat volt. Igen, volt egy spirál, vagy látod egy ilyen spirált, hogy viszi a diákot, a kollégát meg húzza, viszi a képzésbe, továbbképzések, posztgraduális képzések. Igen, tehát ezen a területen mindig valami fejlesztést találtunk ki. És klasszikus win-win mindenki. Igen, és a mai napig, hát nem a mai napig, mert ugye most már 10 éve vagyok nyugdíjas, hogy elérkeztünk odáig, hogy egy nemzetközi nyelvvizsgát tudnak tenni a gyerekeink, szóval erre mentünk ki. Meg hát ugye mire 8. osztályt elérik a gyerekek, azért nem csak az van, hogy ötösön van németből, hanem a nyelvvizsgáztatjuk is őket, tehát az alapfokú nyelvvizsgát mindenképpen, és a középfokút is nagyon sokan megpróbálják. És utána jött be még a DSD, a nemzetközi nyelvvizsga. Tehát egy ilyen nagyon eredményes munka volt ez a DNS iskolában, azt lehet mondani, és ezért is volt szerintem akkor egy nagyon jó és keresett iskola. Egy mondattal utoltál rá, hogy hát most már 10 éve nyugdíjas vagyok, azért álljunk meg egy szóra, mert ott a 10 éve vagy nyugdíjas, de nyugdíj előtt voltál, ugye, amit mondtam igen, is, igen, igazgató. Igen, igen, tehát Vitéz Zsolt után én lettem az igazgató 2004-ben. Tehát 2004-ben, mert előtte 14 évig igazgató helyettes voltam. Na most, hogyha én az életpályámat nézem, ugye osztályfőnök voltam, aztán a német munkaközösséget vezettem, aztán igazgató helyettes, tehát, és utána lettem igazgató. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek minden lépcsőfokát végigjártam, és ezért nagy rálátásom volt az egész oktatásra, ami az úgynevezett négyes iskolában volt. Most közben azért hadd mondjam el, hogy 91-ben ugye felvette az iskola a DNS Valéria nevet, és az is Vitéz Zsolthoz kötődik, és Vitéz Zsolt is maximálisan pártfogolt a német nyelv oktatás, tehát ő származását tekintve ő is talán azért kötődött ennyire ehhez a dologhoz. Ha megnézzük, tehát ugye pedagógusként ennyi mindent elértél már, és akkor utána intézményvezető lettél, akkor is fel kell tennem a kérdést, mi az, amire intézményvezetőként a legbüszkébb vagy? Tehát azért építgetted te már intézményvezetői karriered előtt is, nem építgetted, építetted ezt a nyelvoktatást, amiről egyébként tényleg messzeföldön híres volt, kis túlzással messzeföldön híres volt az intézmény, de mi volt az, amire te még nagyon büszke vagy ezen időszakból? Igazából szerencsésnek mondhatom magam, mert egy olyan közösség élén lehettem igazgató, akik maximálisan segítették a munkámat és elképzeléseimet. Akkor én minden olyan értéket, amit az elődeim átvettek, most azért zárójelben hagyd tegyem meg azt, hogy két férfi után, akik hosszú ideig vezették az iskolát, egyszer csak berobban egy nő. Tehát személyiségében egészen másképp gondolkodtam, személyiségünkre vonatkozóan. Nyilván azokat az értékeket megtartottam, és próbáltam továbbfejleszteni, hiszen akkor már a kor kihívásai mások voltak, és másfajta képzéseket kellett a pedagógusoknak is nyújtani. Számos innovációs tevékenységet elkezdtünk. És erre nagyon büszke vagyok, mert hogy élen jártunk ebben is az iskolában, mert akkor voltak azok a pályázatok, amik európai pályázatok voltak, sőt, nemzetközi pályázatokon is részt vettünk, és kapcsolatépítés volt a Bietigheim-Bissingen-le, a mai napig is kapcsolatban vagyunk, álleni kapcsolatot, tehát németországi kapcsolatokban próbáltam erősíteni a német nyelvtudást, gyerekek levelezések, külföldi táborozás ezekkel a dolgokkal, és az ausztriai nyelvi tábor. Minden évben szerveztünk ausztriai nyelvi tábort. Aztán a tánc és olvasótábor, német nyelvi tánc és olvasótábor, több mint 12 évig csináltam ezt is,
közben, és hát a nevelőknek a képzése, tehát akkor jött be az újfajta technikai eszközöknek a használata, a számítógépek. Éppen ezt akarom mondani, mert kukucskál az ablakon egy laptop, egy számítógép, minden, egy igen, internet. Igen, tehát ezekhez is képzések voltak, ehhez pályáztunk is. Tehát a kompetencia alapú oktatást bevezettük, tehát a szövegértés, matematikai logika, nyelvi kompetencia és a szociális életviteli kompetencia. Mert mindig azt gondoltam, hogy másfajta módszerrel sokkal eredményesebben, sokkal nagyobb eredményt tudunk elérni, és a partnerek voltak ebben a kollégáim. És ebből a felsorolásból egy csomó minden, mondjuk szociális kompetencia, vagy ez a hagyományápolás, vagy bármi, ami az oktatási pályán volt, ha ezt áttesszük, nem sok időnk marad, de ha ezt átemeljük a nemzetiségi munkádba, mint önkormányzati igen. munka, hát meg sem kell kérdeznem, hogy keveredett bele az életedbe. Tényleg nem sok időnk van. A beszélgetés elején is elmondtam, hogy te vagy jelenleg a nemzetiségi önkormányzat elnöke. Ha egy pár szóban még elmondanád, hogy akkor igen. tényleg hogyan keveredtél, vagy hogyan jött ez be az életedbe? Ugye a szekszárdi német nemzetiségi önkormányzattal előtte is szoros kapcsolatban álltunk, hiszen dr. Józan Jilling Mihály 25 éven keresztül vezette a német nemzetiségi önkormányzatot, és mikor én nyugdíjba mentem, akkor ő mindjárt felajánlotta ezt a lehetőséget, hogy képviselőként jelöltessem magam, és akkor mellette voltam helyettesként, illetve elnök helyettesként, 5 évig, és akkor, mikor ő nyugdíjba ment, akkor azt gondolta, hogy akkor legyen egy folyamatosság, vagy egy folytonosság, hogy akkor próbálja meg továbbra is ezt a képviselőséget, hiszen tényleg a német nemzetiséget a szívemen viselem, a szekszárdi német nemzetiséget meg egyáltalán. Igen, azért tanúsvény létesült szekszárdon. Igen, hát ezt mondom, és erre akarok kitérni, hogy igazából a nagyon nagy szempont volt az nekem, hogy az iskolákat segítsem. Na most, ha az iskolákat segíteni akarom, akkor olyan programokat szervezek, mint az önkormányzaton belül is, ami köti a gyerekeket is, tehát illusztrációs pályázatot írunk ki a gyerekek számára, ezáltal megismerik a magyarországi német íróköltők műveit, tehát közelebb kerülnek. És hát egy nagyon nagy munkánk volt a tanösvény, ugye, mert hogy a tanösvényen keresztül azért megismerhetik a szekszárdi németek kultúráját, eredetét, egyáltalán a történetét. Zárkérdésem van, zárkérdésként tanítani nehezebb, vagy a nemzetiségi lokálpolitikában benne lenni és abban dolgozni? Vagy egyik sem az? Ez nehezebb. Ez nehezebb? Ez az utóbbi nehezebb. Utóbbi nehezebb. Hiszen ugye, mint tudjuk, az önkormányzatnak van egy fenntartott intézménye, a Wonderland óvoda, ami az önkormányzati munkának legalább a 70%-át kiteszi, és nem könnyű manapság. Különösen a fennálló problémák miatt az intézmény működtetése nagyon sok gondot okoz, ugye a finanszírozás kérdését. Most, hogy azért egy kis negatívumot is mondja, de egyébként nagyon jól sikerült a beiskolázás ott is, vagy beóvodázás a Wonderland óvodában. Nagyon szépen köszönjük Farkas Pálné Anni néninek, Annának, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket még egyszer erre a beszélgetésre is. Nagyon sok sikert kívánok a jövőbeni munkádban, köszönöm szépen. A nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a Kávéházi Rendezvút látták, további jó tévézést, viszontlátásra!